pár napon belül folyósítják a megemelt összegű nyugdíjakat. Először a bankszámlaszámmal rendelkezők kapják készhez a juttatást, a posta pár nappal később kezdi a kézbesítést. Rétvári Bence szerint az emelés átlagosan havi 3500, vagyis évi 42000 forintot jelent az időseknek. A miniszter helyettes azt is hozzátette, a rezsicsökkentés bevezetése és az Erzsébet program is a nyugdíjasok mindennapjait segítette. Ezzel szemben a Nyugdíjasok Országos Szövetsége nem elégedett a kormány időseket érintő politikájával. Az elnök szerint ugyanis az eseti közérzetjavító juttatások továbbra sem épülnek be az emelés mértékét befolyásoló alapba. Az EMI államtitkára tehát a vendégem Rétvári Bence, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Nagyon nehéz eldöntenem, hogy mivel is kezdjük. Az embereket legalább ugyanannyira érdeklik a nyugdíjak, mint a túlóra törvény. Kezdjük talán a nyugdíjakkal. Ugye önök azt ígérték, illetve ön tartott és egy sajtótájékoztatót, azt mondták, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárló értékét. Vásárlóérték megőrzés alapvetően egy infláció követő emelést jelent. Ugye most 2,7%-kal emelik a nyugdíjakat idén januártól, miközben a Nemzeti Bank 3,1%-os inflációt jósol. Egészen biztos, hogy lesz idén is nyugdíjkorrekció, ami a különbözetet fedezi? Úgyhogy ezt már az év másik felében lehet elmondani, viszont az elmúlt éveket, ha valaki végignézi, akkor láthatja, hogy valóban mindig a nyugdíjak megőrizték a vásárlóértéküket. Ma talán nem tűnik olyan bátornak ez a kijelentés, ez a vállalás, de 2010-ben, amikor a kormány azt mondta, hogy meg fogja őrizni a következő években a nyugdíjaknak a vásárlóértékét, akkor ez igenis egy sokkal súlyosabb mondat volt, hiszen éppen akkor voltak túl azon a nyugdíjasok, hogy elvettek tőlük egy havi nyugdíjat, ugye az MSZP-SZDSZ kormányzat időszakában, illetőleg a korábbi kormány szerint is ugye egy több 100 milliárd forintos luk volt a nyugdíjkasszán, szerintük 200 milliárd, szerintünk 400 milliárd forintos luk volt, hiány volt, ami hiányzott a nyugdíjkasszából, most már nincs hiány, viszont mellette emelkedtek a nyugdíjak, hogyha összeadom az elmúlt évek nyugdíjemeléseit, akkor az 33%-nyi nyugdíjemelés, ha ebből levonom az inflációt, akkor is egy 10%-os vásárlóérték növekedést láthatunk, tehát azzal a rendszerrel, ami most kialakult a nyugdíjemelések rendszerében, a nyugdíjasok jobban jártak még a vásárlóértéken tartáshoz képest is, még a nyugdíjas inflációhoz képest is, hiszen amikor a prognosztizált, az előrejelzett infláció magasabb volt, mint a tényleges, akkor a kettő közötti különbség nem csak abban az évben, hanem a következő években is beépült a nyugdíjasoknak a nyugdíjába, és ezen túlmenően volt már nyugdíjprémium, Erzsébet utalvány, ezért ha csak a prémiumot nézem, az tavaly előtt egy 24 milliárd forint plusz volt, tavaly egy több mint 40 milliárd forintos plusz, ha az Erzsébet utalványokat nézem, az is több mint 80 milliárd forintnyi többlet, mellette maradjunk volt az Erzsébet program üdülései, tehát sok minden volt. Ezek egyedi utatások, amiket mond, maradjunk talán, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ön maga mondott egy adatot, mert mondjuk, ha egy ellenzék által citált adatot szoktam hozni, akkor mindig így elbeszélünk egymás mellett, mert ön mond egy adatot, ellenzék mond egy másik adatot, de most ön mondta ki, hogy 2010 óta, hogyha az inflációt leszámítjuk, akkor 10%-kal emelkedtek a nyugdíjak. A vásárlóérték, az nyugdíjak 33%-kal emelkedtek. Most ha megnézzük, hogy mindeközben a bérek hogyan emelkedtek, én most mutatok önnek is, remélem, hogy látja valamennyire természetesen, illetve a nézőknek egy grafikont, amely azt mutatja, hogy a bérek és a nyugdíjak egymáshoz képest hogyan változtak. Remélem, hogy ön is látja most ezt, és látja valamennyire, igen. Itt azt láthatjuk, hogy az átlag nyugdíj az a piros vonal, és ehhez képest pedig láthatjuk a netto átlagbért, ami a sárga vonal 2016-ban, és nyilvánvalóan jelentős különbség volt már, tehát ez értelmezhető, hogy aki aktívan dolgozik, azért nagyságrendileg többet keres, mint a nyugdíjasok, de az nagyon sok szakértő ezt mondja. Iszonyatos veszélyeket hordoz magában, ha megnézi ezt a grafikon, már 2018-ban nagyon eltávolodott a kettő egymástól. Tehát míg az átlagbérek mostanában a piaci viszonyoknak köszönhetően akár 10-15%-kal bőven emelkednek egyik évről a másikra, a nyugdíjak ehhez képest rettenetesen leszakadnak. Mit kívánnak ezzel tenni? Minden szférában növekednek a bérek szerencsére Magyarországon. Tehát nem azt az időszakot éljük, ha 2015 megmutatta volna ezt a grafikont, esett az orvosok bére, esett az ápolók bére, a piacon is lehet, hogy csökkentek a bérek. Nem az a baj, hogy a bérek nőttek természetesen. Most már végre emelkednek. Ez azt jelenti, hogy jövő nyugdíjasainak sokkal magasabb nyugdíja lesz, hiszen ők most már magasabb nyugdíjárulékot fizetnek, nyilván a szolgált idők is folyamatosan nő, tehát akik majd 5-10 év múlva mennek nyugdíjba, azoknak végre még pozitívabbak lehetnek a kilátásai. Hogy a legeslegfrissebb adatok szerint az embereknek 40-valahány százaléka minimál bérért dolgozik, legalábbis papíron. Tehát nekik aztán nem lesz nagy nyugdíjuk. Hát de
a legnagyobb emelkedések egyik, az pontosan a minimálbérnél van. Ha megnézi, hogy miért csökkent a jövedelmi különbségek mértéke is az elmúlt években Magyarországon, a fejlettebb rész, tehát Budapest, Közép-Magyarország, és a kevésbé fejlett, mondjuk Észak-Kelet-Magyarország között, azért zárul a jövedelmi olló, mert ugye mindenkinek emelkedik, de a minimálbér emelés miatt a legnagyobb mértékben a kisebb keresetűeknek emelkedik a bér. Hiszen egy radikális minimálbér emelésről beszéltünk, most 150 ezer forint majdnem a minimálbért, és a minimálbér is valahol 70 ezer forint fölött volt valamivel 2010-ben. Tehát egy nagyon nagy mértékű emelés volt, ami tolta a többi bért is előre, és így tolja a jövő nyugdíjait is. Aki mondjuk továbbra is egészen az aktív kora végéig minimálbér után nem fizet járulékokat, mennyi nyugdíjra számít? Hát jóval magasabbra számíthat, mint ha 2010-es minimálbért nézem. Tud mondani egy nagyjáboli összeget, hogy ezt el tudjuk képzelni, hogy mondjuk 10 év múlva miből kell majd megélnie? Nem lehet ezt általánosan megmondani, mert ki kell számolni, hogy hány évvel dolgozott pontosan, mekkora bére volt, ezt nem lehet így hasonlítésszerűen elmondani. Jó, nem lát ebben beszélt, sokkal nagyobb mértékben nőnek a bérek, mint a nyugdíjak. Tehát a nyugdíjak legfeljebb megőrzik a vásárló értéküket, minimálisan emelkednek. Nagyon nyílik az óra. Az volt a lényeg. Ön azt mondja, hogy nyilván a bért mindig annak az embernek a bérét, annak az embernek a nyugdíjához kell viszonyítani, tehát neki a nyugdíja most már magasabb lesz. Ez egy szerintem nagyon pozitív hír. A másik, hogy a mostani nyugdíjasoknak hogyan lehet jobb, ezért volt rezsicsökkentés, ezért volt az Erzsébet program, amely az üdüléshez, a gyógyfürdőzéshez nyújtott ingyenes vagy nagyon kedvezményes lehetőséget a nyugdíjasoknak, és ezért van az, hogyha most már végre szerencsére nemzeti össztermék jóval meghaladja a növekedés, jóval meghaladja a korábbit, akkor nyugdíjprémiumra számíthatnak az idősek, amivel szintén, ahogy az előbb is mondtam, ezért a tavalyi évben ez egy 40 milliárd forint fölötti összeg volt. Szerencsére bízhatunk abban, hogy idén is fog növekedni a gazdaság, és ami a munkavállaló emberek számára bérnövekedésben jelenik meg, annak egy része az idős embereknél a most dolgozók munkája megjelenik az ő nyugdíjprémiumukban is. Szerencsére, hogy már nem arról van szó, hogy elvesznek egy havi nyugdíjat Magyarországon, hanem arról, hogy a nyugdíjprémium összegét vannak Jó, azt nem tudom, hogy a nyugdíjasokat megnyugtat, de szeretnék tovább menni egy másik témára, és mindenképpen béreket most is említettük. Szakszervezetek egyik követelése, két szemjegyű béremelés, nem elégednek meg a jelenlegi minimál béremeléssel. Ezen kívül több követelésük is van. Ugye a két legfontosabb követelés a sztrájktörvénynek a módosítása, illetve a túlóra törvény teljes visszavonása. Ennek érdekében ma egy petíciót kívánnak átadni Orbán Viktoron személyesen. Átveszi ezt Orbán Viktor? Nyilván ők át fogják adni, általában ezeket nem a kormányvezetői szokták ilyenkor átadni. Ez a valamelyest már a kampány része, azért ezt tegyük hozzá. Tehát itt a előző napok, heteknek is a rendezvény, nyilván az európai parlamenti kampánynak a részei. A munkabérek emelkedéséről pedig, azt hadd mondjam, mert csak mondta a három követelést. Ezért a munkabérek emelkedésénél azt is látni, hogy nem csak önmaguktól nők a bérek, nyilván azért is, mert a gazdaság lép előre szerencsére, az, amire azt mondták... Meg már elképesztő munkaerőhiányban. 8 éven keresztül, amilyen gazdaságpolitikára azt mondták, hogy már csak fél évre van Magyarország a gazdasági összeomlástól, ezt halljuk 8 évvel vezető baloldali közgazdászoktól, ellenzéki politikusoktól, ehhez képest szépen, hála Istennek, arra szolgat előre, és most nem csak arra szolgat, hanem lépeget előre a magyar gazdaság, és azt vállalta a kormány, hogy csökkenti a munkáltatók által fizetendő adót évről évre, de a munkáltatóknak vállalni kell, hogy emelik a béreket. Nem csak ön ezzel kezdte, az először a béremelés mértékével. A béremelés mértékében, amiről nyilván mindig a munkáltatók kicsit alacsonyabb összeget, vagy százalékot mondanak, a munkavállalók mindig magasabbat mondanak, és a kormány az elmúlt években által mindig a munkavállalók irányába tért el az átlaghoz képest, tehát jóval magasabb volt, amikor, ha jól emlékszem, volt a név, amikor a szakszervezetek követelésén is magasabb volt, amit végül a kormány eldöntött, amire a baloldali kormány alatt nem volt példa. Az mindig a munkáltatók alacsonyabb igényéhez igazodott. Jó, ez csak egyike volt a követeléseknek. Igen, de ez fontos, hogy azért jött létre, mert a kormány csökkenti az adót. Tehát az a bértöblet, amit a munkáltató ad, annak egy része azért van, mert lett egy hosszú távú megállapodás, hogy kevesebbet kell munkabért terhelő adóteherként fizetni a munkáltatónak, cserébe ő emeli az embereknek a bérét, tehát itt ez nem véletlen, nem spontán, nem a nem tudom milyen folyamatok következtében valósul csak meg ilyen radikális mértékben az emelkedés, hanem a kormány adócsökkentő politikája révén is. Jó, értem, amit mond, szeretném a csomagban is beszélnünk, erről több követelés is volt. Tehát ön azt mondja, hogy Orbán Viktor személyesen ezt nem fogja átvenni, ha jól nyilván értettem ő fogja eldönteni, nyilván ő fogja eldönteni, de ha megnézi a elmúlt időszaknak a gyakorlatait, át fogják adni, nyilván valaki át fogja venni. Tőle. Valaki át fogja venni. Fog-e tárgyalni a kormány a szakszervezetekkel a követelésekről? Ugye rengeteg fórumban van a kormányzatnak, amelyet azért hozott létre, hogy szakszervezetekkel, érdekképviseletekkel, ágazati szervezetekkel... Tudnak-e egy olyan fórumot mondani, amelyet a túlóra törvény megjárt?
Hát a parlamenti vitát végigjárta, és rengeteg fórum van. A szakszervezetekkel való egyeztetésben ön most azt mondta, hogy nagyon sok fórum van, egyet mondjam. A Nemzeti Gazdasági Érdekegyeztető Tanács ott van, a Versenyképességi Tanács ott van, ahol ezeket mind napirendre lehet vetetni. Vannak ebben öt oldalú tárgyalások, amelyeket nem járt meg ez a törvény, hiszen egyéni képviselőindítványként nyújtották be. Tehát ezeket a kötelező fórumokat nem járta meg ez a törvény. Meg akarják vitatni, számtalan lehetőségük van arra, rendszeresen összehívott kormányzati és nem kormányzati szervek közötti egyeztetésen, hogy ezeket a kérdéseket felvessék. Ha nyilván a kampányban akarnak, de most nem volt lehetőségük. Ha nyilván a kampányban akarnak egy témát csinálni, azt is onnantól kezdve, hogy Kósa Lajos és Szatmári Kristóf ezt a törvényt benyújtotta, önök egyetlen egyszer sem tárgyaltak a szakszervezetekkel, ezek után a szakszervezetek és az velük egyetértő tízezrek az utcára mentek. Hol volt lehetőség a tárgyalásra? Ön is emlékszik, hogy Kósa Lajos leült a szakszervezetekkel. Igen, miután ez egy nagyon formális egyeztetés volt. Tehát akkor volt? Miután benyújtották már a parlamentnek a törvényjavaslat szövegét. Azt kérdezte, hogy volt-e egyeztetés, Kósa Lajos leült a szakszervezetek, és ott egyeztettek erről. Erre azt mondják a szakszervezetek, hogy ezek teljesen kiürösedett egyeztetések. Kész volt a törvényszöveg már. Tehát nyilván lehet azt mondani, hogy nincs egyeztetés, aztán leülnek, akkor lehet azt mondani, hogy formális volt az egyeztetés. Volt egyeztetés, a parlamentben normál rendben végigment ennek a vitája. Volt erről a kérdésről egyeztetés. Ugye ez kérdés, hogy most akarjuk, vagy nem akarjuk, hogy aki többet akar keresni, az többet tudjon dolgozni. Szerintem, aki tényleg valamiért úgy gondolja, hogy életének egy bizonyos szakaszában neki magasabb jövedelemre van szükség, és ezért vállalja, hogy valamekkora túlórát vállal, azoknak ezt a lehetőséget meg kell adni. Illetőleg nyilván, hogy az állami számvőszék vezető is mondta, ez a gazdaság kifehérítésében is fontos szerepet játszik, hogy jó, ezt legálisan tudja megtenni. Jó, önök ezt gondolják politikusként, és a parlamenti többség birtokában, ez ugye át is ment a parlamenten, a szakszervezetek és az emberek tízezrei, akik kimentek az utcára, és ritkán hajlandók kimenni, pláne mínusz 5 fokban, ők nem így gondolják. Ennek tükrében, fényében tárgyalnak-e, és ön lát esélyt arra, hogy visszalépjenek a túlóra törvénytől? A kormányzat, ahogy előbb is elmondtam, gazdasági érdekegyeztető fórumon máshol folyamatosan tárgyal minden kérdésről, ami ott napirendre kerül. A tüntetéseken pedig én úgy látom, ahogy Gyurcsány Ferenc és sokan mások is megfogalmazták, hogy ők általában a kormánnyal szembeni ellenszemüket fejezték ki, sokféle téren, sokféle módon. Ez már láthatóan az európai parlamenti választási kampánynak a része. Nyilván ott mögötte a szervezésben, az előkészítésben ott van annak a soros hálózatnak is a segítése, amely számára nagyon fontos, hogy az európai parlamenti választásokon egy bevándorláspárti többség legyen az európai parlamentben. Nyilván ezek az emberek vagy tudják pontosan, vagy nem tudják, hogy kik állnak a háttérben, kik szervezik, hogy szervezik. Nyilván van, aki jó indulatból megy oda, segíteni akarás szándékával, van, aki a kormány ellenesség miatt, van, aki konkrét ügyek miatt. A memóriáját utolsó kérdésként hagyj leckésztessem meg. Mondjon nekem egyetlen olyan transzparenst, vagy egyetlen olyan szólamot, amit a demonstrálók kiabáltak, és amelyben az szerepelt, hogy Soros György, és hogy ők bevándorlókat szeretnének. Melyik volt az? Az előkészítésben jól láthattuk, és utólag, amikor ez kiderült, akkor be is vallották a szervezők, hogy voltak előzetes tárgyalások, akkor előkészítették ezeket a megmozdulásokat, és ott azok a szervezetek, akik a soros hálózat, szinte minden esemény ott van, akik a soros hálózattal általában anyagi, vagy kiképzési, vagy szervezetépítési támogatást hogyan akarják támogatni. Azok melyik volt ez a követelés? Azok a szervezetek ott voltak a magjában ennek a szervezésnek, ott voltak nyilván a parlamenti pártok, meg a parlamenten kívüli pártok, tehát voltak politikai erők, másrésztről pedig a nem politikai erők szinte mindegyike olyan volt, amely Soros György által vagy alapított, vagy anyagilag támogatott szervezet volt, tehát nyilvánvalóan az ő céljaik végén azért ott szerepel az is, hogy le kell bontani délen a kerítést, automatikus retten kell tenni az embereknek. De a tüntetések között ez nem szerepelt, sajnálom. De a szervezőknek a legfontosabb célkitűzései között szerepelt, és tudom, amikor a szervezőpártok az Európai Parlamentben ezekről a kérdésekről szavaztak, akkor bizony azok a pártok, akik ott voltak és felszólaltak, azoknak a képviselői akár nyilvánosan is azt mondták, hogy be kell engedni a bevándorlókat, akár nyilvánosan is aláírás gyűjtöttek a kerítés ellen és a kvóták mellett, és nyilvánosan is többször kiálltak, főleg Brüsszelben, de néha Magyarországon is a bevándorlás mellett. Várjuk vissza, nem tudom, milyen nézőket mennyire se került meggyőzni, hogy a bevándorlást akarják támogatni azok, akik tízezre kimentek az utcára. Köszönöm szépen, hogy itt volt.